Nincs alkotói szárnyalás gyökerek nélkül. Nincs építész, ha nem vezérli őt a hely szelleme. Nincs építészet, csak az építmény és környezet szerves egysége. 1988-ban, május 1-én, amikor idejöttem, akkor itt az udvaron állt ez a minden erdélyi parókián szokásos, hagyományos csűrös istálló, de hát már nem volt benne semmilyen gazdasági tevékenység, és ez volt a gondolat, hogy ebből kellene egy gyülekezeti házat, imaházat építeni. Az eltelt majdnem 30 esztendőben rendkívül sok mindent építettük, hát a várat is többek között, a ifjúsági központot, de hát Erdély szerte sok mindent együtt is végeztünk, és mégis ezt az imaházat mindenek előtt a legfontosabbnak tartom. Egy kihívás volt ez nekünk, és hogy meg tudjuk-e csinálni, de mondom, igen, fiatalok voltunk, tulajdonképpen nem is mértük fel, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Az az időszak, amikor valamit tenni, ütni egy részt a rendszer falán. Először is köszönöm a népes közösségnek, hogy eljött, barátoknak, ismerőségnek, rokonoknak, és ez a tiéd. Az meglepetés volt, hogy amikor a gerendát, vagy a nagy rönköt becipelték az emberek, Jánó Mihály akkor elsápadt. Szóval ebből mi lesz? A parketten, izé. Mondom, ne félne, nem lesz semmi. Hát eddig írt a forgács. Ja, ő már szokva voltam a performance. Kezdett megjönni a színe. Félt, hogy nehogy ebből cirkusz legyen, hogy nehogy valami megrepedjen a fal, vagy valami. Hát mondjuk benne volt a pakliba, hogy megreped a fal. Én művészettörténészként elég érzékeny vagyok a jelképekre, és én ugye házigazdaként erről nem voltam eléggé tájékoztatva, hogy mi zajlik ottan. És csak azt érzékeltem, hogy ez valahogy ez egy csoda. Ez az akétem ravaszul belopott egy olyan dolgot, ami az ő lényege. Valami elképesztően szép, megható alázat a mesterség iránt. Én ezt éreztem igen, azon a kiállításon. De aztán nem is sokat dumáltunk, mert én ottan fejbeverve ettől a felismeréstől, hogy úgy mondjam, te pedig nem akartál sokat dumálni, ezért meg mindenkibe ez a mozzanat, ez a jelképes dolog, hogy ott egy várdal csapkodja, és szép lassan a szemünk láttára a röngő gerenda lett. Hát ez nagyon lehetséges. Térdig ért a forgács. Ja, és a úri közönség. A sokat aláírt, az is osztogattad, aki igen, kérte. Aztán valakinek eszembe jutott, hogy hát most miért kérjen autogramot igen. Ilyen papírra. Kezdték összeszedni a lapos forgácsokat, és arra írtam. Az építészet nyelve a rajz, mind a zenének is a kotta. Balladákat nem lehet leírva, tárolni, csak zenével együtt. Már szinte le se tudjuk játszani, de bármi megvan, a régi lemez játszunk. Ez egy vakarít lemez, ami csodák folytán
Volt ilyen, ahogy ha már megjelent 50 román lemez, akkor egy-egy magyart is megengedtek, és akkor ott Bukarestben ügyesen lobbiztak, és ez jó, mi akkor nagyon menő együttes voltunk, ez a harmat. Már elkezdtünk népzenét játszani, és akkor összehoztuk ezt a lemezt. Harmat együttes. Itt van egy Csángó Kaláka. Az, aki 14 éves volt. 14. Én 12 éves sem voltam még, amikor az első színpadi fellépés megtörtént az én életemben. Bátyám 2 évvel nagyobb volt akkor. Az iskola zenekarból fokozatosan kialakult egy kettős együttzenélésünk. Tehát amikor csak a bátyámmal ketten elkezdtünk saját szerzeményeket, száraz gitárral, verseket zenésítettünk meg, és nem lehetett bármit nyilván sem énekelni, sem játszani, sem bármilyen aktivitásban részt venni a politikai viszonyok miatt. Ez viszont egy olyan magának teret nyerő, vagy egy olyan engedett tevékenység volt. Abban az időszakban, tudom, későbbi barátaimtól, kollégáimtól, székelyföldszerte és erdélyszerte iskolákban, középiskolákban iskolazenekarok működtek, alakultak és működtek. Valószínű, hogy ez a kultúrtörténettel is összefügg olyan szempontból, hogy akkor volt ennek divatja. Egy kissé másoltuk a magyarországi énekeseket, dallamokat. Nyilván ez az iskola zenekar is nem saját szerzeményeket játszott, hanem tévéből, rádióból, tévéből kevésbé, vagy lemezek járkáltak akkor inkább határok fölött, mert az ilyen más kommunikációs csatornák nem igazán voltak elérhetőek, és nem működtek. Tehát Szabad Európát hallgattunk, és néha nagy nehezen Éjszaka Kossuth Rádiót, tehát nem olyan volt az átjárás, mint most. És ezt a fiatalabbak gondolom, hogy nem is nagyon értik, vagy fel se tudják fogni, hogy ez milyen lehetett. A magyar könnyűzenei életnek a Székelyudvarhelyi Szikulusz Fesztivál volt egy ilyen fóruma. Beküldtük a számainkat, és nagy díjat nyertünk azon a fesztiválon, népszerűségi díjat és szerzemény nagy díjat, tehát úgy taroltunk elég nagyot. És azutántól, tehát azt követően hát nagyon intenzív, most ezekről olyan nehéz beszélni, de ilyen sztár életünk volt igazából, ahogyan akkoriban ezt lehetett. A népszerűségi díjra, a zenekari nagy díj. Az égletörésnek a nagyvíja. Ilyen volt a kis buszunk, amivel jártunk. Itt a Temesvári látóhatári kör, és cserepekkel doboltam. Szokinak egy ilyen sztárképe. Szeretem a vándorlást, szeretem a golyongást, vándor út az életem kedvesen. Tömbházba laktunk, hát mindenki ott lakott. Miután megvolt a változás, akkor kezdett értelme lenni annak, hogy az ember most már valami magántulajdon is lehet, mert addig bármikor elvették, vagy elkobozták, az kommunizmusban ez lógott a levegőbe. Itt egy régi ház volt, egy régi faház. Meg is tartottuk tulajdonképpen, csak átalakítottuk. Bejárati ajtó, mikor készült, Kázbírnak ott az ötlete, hogy 12 hónapot ráfestette, és a téli hónapok az a becsukott ajtó, a nyitott ajtó az a nyári hónapok. A berendezésünkben vannak megmentett tárgyak, ezeket nem lehetett ott hagyni. Ez kőhalmi festett butor, 1890-es. Elhagyott házba volt erdővidéken, és megvettem akkoriban. A Trabant tetején hoztuk el, 3,50 méter hosszú. Nem véletlen semmi, mert sorsszerű, és mindennek megvan az oka. Én olvastam egy cikket a Szent Anna tóról, és nekem a Szent Anna tó a kedvenc helyem, és ki is vágtam azonnal az újságból. Megjegyeztem a nevét, hogy Mánya Zita. Ez az én szerelmem, fenyőfák,
Gyerek túszíni, ez az én szerelmem. Ezek a nagy kristályi, sejem füves part. Ez az én szerelmem. A szent helyünk. Szent Anna, legendákra van. Ő az én szerelmem. Ez is az. Ez volt különben ez a Szent Anna közepén, a Tutajon ülünk, ez volt a házassági meghívónk. Ez a fotó. Fátyol és esküvői ruha helyett ilyen népi ruhában voltunk. Akkor abban az időben Farmer. Ez még nem volt szokványos. Alul az van rajtunk, és felül pedig ilyen népi ruha. Hát rock időszakosnak. Ez a gyimesi takarás. Igen, elmentünk segíteni. A vízimalmok azután jöttek be, aznap. Az első közös népi építészeti gyűjtőútunk. És azóta is én vagyok a segédje, aki a méteresnek fogom a végét, mert tartom a fegyverhordozó, a fotógéptáskát. Hidegségi hegyek alatt van egy forrás titok alatt. Aki abból vizet iszik, babájától elbúcsúzik. És a népépítészettel kerültem közel az építkezéshez, és ott és csodálkoztam rá, hogy... Tehát akkor ez volt a sorrend, népzene és népépítészet? Nem, a népzene az később jött, mert egyszer volt a könyvzene, a rock, akkor a folk, és akkor... Csak mi lett népépítész? Hát, meg mert felfigyeltek ránk olyan nagyok is, mint Kallós, mert ott voltunk a tévében. Felkerültem Kolozsvárról az egyetemre, ott már építészetre felvitaliztem, mert zenére nem tudtam felvitalizni. Jó, de... Hát most nem csak azért, mert mondjuk Sebő Ferenc is építészként zenélt, és Halmos Béla is építészként zenélt. Akkor nem volt ilyen, hogy rockzene egyetem, ilyen nem volt. Aludtak a lányok, ébredtek a kertek, hajnali szélen kertezett, mikor útra keltek. Utána menj tovább a zenél, és minden, hát kezdtem udvarolni a feleségemnek, és elvitt Gyimesbe a rokonokhoz, hogy segítsünk szénát csinálni. 3-4 napot ott voltunk, a csűrbe aludtunk, csináltuk a szénát. Egyszer csak a hegy aljában meglátok egy vízimalmot, ami őrült. Élő. Egy az egybe vitt, azt mondta, nem igaz. Hát ez a római kori vízimalom, hát mit keres itt? Hát nézem, minden alkatrésze fából őrült. És sötét patakon volt ez. Fantasztikus, ilyen szép minden, hát akkor volt fényképezőgépen, vettem elé, és akkor ott maradtunk Gyimesbe, és a motorkával körbejártuk egész Gyimes völgyet, és vadásztuk a malmokat, és mindeniket fényképeztem, és rajzoltam. Ez pedig Luca néni. Vele is elég szoros kapcsolatban voltunk. Még olyan is volt, hogy Zaki elhozta, és néhány hétig nálunk volt, és a gyerekeink akkor voltak kicsik, és segítette a gyerekekre vigyázni, meg énekelt nekük. Ilyen kapcsolatban voltunk. Ezek mind gyűjtőutakon készült fotók. Ez azt hiszem a Kászonokban van, ez a Küküllő mentén. Addig megyünk, vagy ameddig jól esik, és annyit ülünk egy helyen, amennyi jól esik, és a legszebb helyen húzzuk fel a sátrat, arra nagyon igényesek vagyunk, hogy a hely legyen olyan, hogy élegzetelállító is volt, mikor már sötétedett, és zseblámpával maszkáltunk, és még mindig nem volt meg a hely, mert már azt mondták a barátaink, hogy na most már Zaki, már ide az útszélére felhúzzuk, és aludjunk itt, mondom, nem. Még nem kaptuk meg, és akkor megkaptuk, és akkor mindig gyönyörű helyen voltunk. Egyszer jött egy ötlet, én elmentem a múzeumba a Kós Károlyhoz, a doktor Kóshoz, a Kós Károly fiához. A néprajzos. Igen. És akkor kinyitottam a mappát, nézte, hű, hát és fotók. Hát ez nagyon jó. Hát mondhat, én építész vagyok. Hát ez látszik, de hát ez az igazi, mikor az építész rajzolja a népépítészetet, nem a néprajzos. Mondom, azért jöttem, hogy mondjon nekem egy olyan területet, ahol érdemes dolgozni. És azt mondja, hogy hol valósul? Mondom, Baróti. Hát az van, Erdővidék.
senki nem csinálhatott semmit. Gyönyörű anyag van. Menj oda, és csinálja. És akkor vakációban mentem, és akkor időm volt. Mentem, és tényleg gyönyörű anyag van. És akkor utána, hogy szórványvidék, akkor datk, akkor kóbor, akkor feleségemmel egyfolytában szerettünk kirándulni, és akkor mentünk Zsejkre, és akkor ott zenét is gyűjtöttünk, és népépítészetet. Itt tényleg a szemem látára pusztult el egy népi kultúra, hát a zene is, és az építészet is. És úgy, mivel hogy a zenében ez volt nekünk benne, hogy mentsük meg, ami még megvan, és mentsük át, hogy ahhoz jött az építészet is, hogy közben dolgozni is kellett a tervezőintézetbe, igazek az miért. Ott aztán akadtak. Igen. Társak a igen, ott aztán ment tovább az népépítészeti gyűjtés. Tehát többen feltették a kérdést nézve ezeket a parasztházakot, hogy miért ennyire szépek ezek? Miért szépek a rajzok? Hát nem a rajzok szépek, a házak szépek, és a rajz mutatja meg ezt a szépséget, és itt van egy titok, egy módszer. Kitaláltuk a munkacsoporttal, hogy ne azt a házat rajzoljuk meg, ami omladozó. Visszatettük a zsindeit, a pala helyett, az oszlopot visszahalítottuk, de mindez rajzba, vagy a kitört ablakot persze úgy rajzoltuk le, hogy nincs kitörve. Tehát a háznak az eredeti szépségét ragadtuk meg, és azt adtuk vissza a rajzba, azt a szépséget, ahogy ez a ház készült, egyszer az igazgató elkapott. Fiam, azt mondja, hát figyelj ide, hát azért nagyon szép, mit csinálsz? Mondom, hát népi házakot rajzolok, amit felmértem. A hétvégén azt most teszem fel szépen léptékbe, és rajzol. Azt mondja, nagyon érdekes, nagyon, csak nehogy valaki meglássa. Mondom, hát azt mondja, nem nagyon szabad ilyen csinálni na, a munkaidőben, hát mit szólnak az? Mondom, de nincs mit dolgozzak, hát alig van ott valami munka. Azt mondja, nem baj, hát nincs munka, de akkor sem szabad ilyent csinálni. Hát ez azért nem nézik egyesek jó szemmel az ilyent. Ilyen félénk ember volt. De rendes volt, ugye? De másképpen igen. Egyszer csak hívott, azt mondja, na, kell menjünk Ploiestre. Azt mondták, na, új program. Ki van adva az, hogy a Románia népi építészetét fel kell gyűjteni, fel kell az dokumentálni. Hát az egész Romániában úgy minden tervezőintézet csinálja meg az ő részét, minden megye, és mert van egy ilyen, hogy lebontani a falvakot, és a falvak lakosságát betenni ilyen tömbházakba, ilyesmi, hogy akkor felszabadul a terület, csak akkor ez egy nagy terv, de előtte meg kell csinálni azokat a gyűjtéseket, hogy lehessen látni, hogy milyen ornamentikát használjunk fel a tömbházaknál, hogy legyen tájba illő. Egy tömbház tájba illő. Igen, persze, mintha az jó, tudna ezt, lenni. Ezt ügyesen körbejárt. A lényeg az, hogy volt egy csapat a tervezőintézetben. Kik voltatok? Hát még például Kazmér is belekerült aztán. Együtt jártátok a vidéket? Jártunk együtt is, persze. Nem, együtt is jártunk a vidéket, volt erre keret. Fényképeztetek, rajzoltatok. Persze, filmet adtak, papír volt, delegáció. Tehát, kiszállási díj. Voltak esetek, amikor a rendőr leigazolt, hogy mi van itt, mit fényképeznek maguk itt a faluba, mit akarnak, és honnan jöttek. Lehetett munkaidőben csinálni. Nem kell ellenszenves munkákat csinálni cserébe. Persze, helyette, nem titokban. Azért, hogy megkeressük a fizetésünket. Nem volt rendben. És akkor azt hiszem, hogy körülbelül kétszer egy évben voltak azok az összejövetelek a társasággal, és akkor be kellett mutatni, hogy az ember mit végzett. Sőt, mikor volt az első ilyen gyűlések, mi vittük a legnagyobb anyagot. Úgyhogy minket így mutogattak, mint a fehér hullót, hogy ne. Így kell dolgozni. Így. Kiraktuk oda nagy kiállítási panókra, és ez dicsimnius, hogy így kell fiúk dolgozni, mondták az összes jelenlevőnek, hogy ez a szint, ez a modell, ezt kell csinálni. Mi próbáltuk azt komolyan venni, de... Népi ihletésű falusi házakat. Próbáltuk komolyan venni, de végülis nem voltak azok már jók, mert nem voltak elég nagyok, mert mi próbáltunk ilyen sebbeket csinálni, hát, hogy, emberi házak. Hogy mi őszintén csináltuk, hogy csűrnagyságúna nem csináltunk nagyobbat, hogy a faluba ilyen, mert aztán nem volt erről szó.
végül is az egész így elsekésedett, ez a fele már. Hát megjött a rendszerváltás. Igen, igen. És nem, bejött közben a forradalom, úgy nevezett. És akkor ezzel ez az ügy lezárult. Na de neked akkor, és nekem is, akkor kezdődött az építészet igazából. Hát persze, hát az a forradalom, tehát forradalom. Ez a változás, az végül is új élet kezdődött ilyen témában. Nagy öröm számomra, hogy mind itt vagyunk. És nagy öröm, hogy egymást belevittük ebbe a csodálatos dologba. Nagy öröm, hogy álmodtunk, és nagy öröm, hogy előre lépünk. Isten áldjon meg mindenkit. Ilyen falván befejeződtek az építkezések, és Kató Béla azt mondta, na, szerezz rá a pénzt, és csináljunk egy ifjúsági házat, ahol bizonyos ifjúsági tevékenységek és ilyen klubszerűség működik református alapon, és na, ennek lett a díszterme ez, ami tulajdonképpen egy imaház, és ehhez csatolódott a templom. Ez volt a második objektum, egy földszintes épület, mozgássérült központ lett belőle, és szenzációsan működik. Székelydvar helyen Lázár Imre személyében megtaláltuk azt az embert, aki szívesen segít nekünk, és így sikerült kivitelezni, elkészíteni a harangokat. Két harang lakik a toronyban, 450 kilós az egyik, a másik pedig 210 kilós. És akkor megbeszéltük együtt, hogy valahogy mi azért mégis valahogy úgy kéne ezt a harangot fejteni, hogy mindenkinek jó lesen. Na, helikoptert is lehetett volna rendelni. Ilyen is volt, hogy az tette fel a harangot. Akadt egy olyan vállalkozó, aki idehozta a csapatot, és szépen ilyen csörlővel, kézierővel felhúztak mind a két harangot, és helyre tették. És mert valakinek búcsúztatni is kellett, búcsúztatni az elhunytakat, kivállalta volna fel a nehéz vigasztalást, mint ők, a harangok, Isten angyalai, édes vigasztaló. A Balabáni panzió az egy érdekes kísérlet, mert végül is megépült, és azért kísérlet, mert megrendül egy furcsa ember, egy Amerikából hazajött román, és ő úgy fedezett fel engem, hogy ő kereste azt az építészt, aki népi építészettől kiindulva csinál neki egy olyan vendégházat, ami ahova azt mondja, én ide jövök haza. Először olyan várat akar csinálni a hegyre. Aztán mi beszéltük rá, hogy minden legyen egy ilyen odaillő dolog, mert egy gyönyörű helyet talál Törcsvár környéke ott fenn a hegyen. Ez való idej valami így fából. Mit hozjuk fel a sok cserepecs mindent lentről, hogy csináljunk ide egy várat a hegytetőre? Hát lehet, ha pénz van, de akkor ugye arra ráharapod, csak akkor zsindelj, akkor így. És akkor
faragott gerendák. Faragott, ez akkor ház. Tényleg kézzel egy olyan kézműves ház jött létre, ahol az utolsó faszeg is kézzel csinált, és faszeggel van felrakva a tetőszerkezet. Abszolút a tájba illő, és egy nagyon jó sikerült valami lett belőle. A másik szent helyünk fenn a Gyimesekben, ott is napok óta mind jártunk, hogy valamit szeretnénk. Sehol nem jött össze, és egyszer csak úgy jártunk be egy gyönyörű kert, amiben egyenes is van, forrás van, a fenyőfa tövéből bukik elő, domb van, bokorok, fák, fenyőfák. És a kislányunk, aki akkor 5 éves volt, megállt a forrás és a fenyőfa mellett, és azt mondta, hogy nekünk ez kell, ez a mi helyünk. Hát akkor természetesen, hogy addig mentünk, és addig... Megkerestük a tulajdonost, akik 16 kilométert gyalogoltunk a másik völgybe, hogy ott kaszáltak, ott is volt egy kaszálóik, és ilyen nyári kaiba, nem akarták eladni. Hát hogy is képzeljük hát nekik, tehát kell a fű, hát az tehenek mit esznek. A füvet azt kaszálják továbbra, amíg élnek, a füvet kaszálják és vigyék. Mivel felteszünk egy házat, és mikor hétvégén jövünk, akkor abba vagyunk, és ez nekünk ennyi kell. Belementek, és akkor ott kis székely furfanggal meg sikerült venni. Aztán gyerekeink ott nőttek fel, tehát minden szabadidőnket ott töltöttük, és hogy nőtt a családunk, akkor növeltük a területet, meg a házak számát, meg... Ahogy elkezdtünk öregedni, akkor egy kápolnával is szaporítottuk az épületek számát. Gyimesvölgynek volt egy kápolnája, úgy felfigyeltem rá annak idején, tehát ezelőtt 20 évvel, és le is fényképeztem, fel is mértem, le is rajzoltuk. Ahogy alakult ki a múzeumfalú, feltörült a kérdés, hogy hát vajon ezt nem lehetne ezt is odavinni. Ez itt össze fog dőlni. Aztán hát egyszer csak beszakadt a teteje. Neki raktam az ácsokat, és szépen el is leművezettem. És akkor fejhúr vittük a hegyre, és ott helyre tettük. És akkor elmentem ezzel a harangöntöz, és egy gyönyörű harangot öntött. És akkor megvolt a harang, felszereltük, és az unokáimot ott kereszteltük. Somogyi Győző nagyon régi, nagyon kedves barátunk. Mikor itt Gyimesben voltak, akkor megkérjük szépen, hogy ennek a kápolnának ő fessen egy képet. Ez igen, ez az igazi Somogyi. Hát nagyon érdekes. Egy csángó arkangyal. Zenész, a családunkból tulajdonképpen ő, a bátyámnak is van 2 gyereke, és nekem is van 2 gyerekem, mindannyian művészfélik, de zenész, egyedül a legkisebbik lett az én fiam, ő Viola da Gamba művész, és Svájcban él, és ez a bőgő éppen hozzákötődik, de a lányom hárfázott hosszú ideig, és azért vannak ilyen családi együtténeklések is, együtt zenélések, amiért nem folytattuk a hivatásosnak nevezhető zenei életet. Van egy olyan pont, ahol megszakadt a mi zenész életünk, mert ez történt. Gyakorlatilag mindketten más irányba fordultunk, és más töltötte ki az életünket. De olyan konkrét fordulópontot én nem tudnék megnevezni, vagy nem tudnám ennek nagyon pontos okát, hogy akkor ettől a pillanattól kezdve tovább nem foglalkoztunk vele, hanem úgy valahogyan kikopott ez úgy alólunk. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy
hogy más lett az érdeklődési körünk, vagy változtak a prioritások, más dolgok lettek fontosak. Tehát amikor az ember 70-es vagy a 80-as évek elején családot alapít és gyereket szült Romániában, romániai magyarként, akkor mások voltak a prioritások. Tehát az volt a fontos, hogy mit teszik a gyerek. Hát én egyetemre jártam, de közben minden időmben ment a zenélés, és adott pillanatban hát Kallós mondta, hogy nézzetek, ez sebőjék is folkoznak, de közben népzene, de adok egy kazettát, na, hallgassátok meg. És akkor csináltunk egy kis népzenét, na, koncertet. Kallós tulajdonképpen a saját felvételeiből adott oda? Igen, az ő gyűjtéséből. Igen. Aha. Aztán az egyetem is elkapott, mert adott pillanatban rektor hivatott, hogy hát te ilyen híres zenész vagy, csak nincs, aki minket képviseljen az országos fesztiválon, a Megéneklünk Románián. Ez nem lehet azért ennyire félreállni, hogy valaki a televízióban ennyit szerepel, és akkor azt mondtam magamnak, na nézzük, csináljuk egy próbát. És akkor abból egy jó ősi román népdal volt, azt abból csináltunk egy feldolgozást. Székely akcentussal. Hát székely akcentussal, biztos. És ott gitáros, ilyen török síppal. Nem hiszem. És az a török síppal szépen megcsináltuk, és a lényeg az, hogy megnyertük az országos második díjat. Megint Románián, megint a folk kategóriába ezzel. És Kallós mit szólt hozzá? Mindenki csodálkozott vagy valami, de na, aztán ennyi volt az összes repertoárunk a román. Aztán végül utána úgy szépen hát kicurukkultunk, és mindent kitaláltunk, csak hogy ne menjen tovább az ügy, mert vadászott ránk be UNESCO. Igen, hálás téma volt. Hú, persze, a kirakat magyarok lehetünk mondani. Igen. Én Attilát személyesen nem ismerem, de a családhoz nagyon régi kapcsolatok fűznek. A nagymamájával voltam egy tánccsoportban, diákkoromban, hát ez 1946-47-ben volt, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium és a tanítónő képzőnek volt egy közös tánccsoportja. Benzsivel, viszont a nővérivel nagyon jó viszonyban vagyunk, hivatalosan is jártam többször ott a színházi gyűjteménybe, ahol ő dolgozik, és a helyzet az ugye, hogy ez a 60-as évek végén egy ilyen oldottabb korszak volt, akkor Ceausescu meg akarta erősíteni a pozícióit, és igyekezett mindenkinek a kedvébe járni, és akkor indult meg emlékezetem szerint, és aztán hivatalosan is hát a televízió magyar adásának roppant nagy szerepe volt ennek az egész táncház mozgalomnak a megerősítésében. Azon kívül pedig volt egy ilyen hivatalosan kezdeményezett, mondjuk az egész országra, az egész románságra is kiterjedő akció, az úgynevezett Megéneklünk Románia fesztivál sorozat, és ebbe nagyon jól be lehetett illeszteni, és addig, amíg el nem kezdődött a kimondottan magyar dolgoknak a megszorítása és visszaszorítása, addig engedték is a táncház mozgalmat. Zaki és a Kató Béla barátsága az tovább mélyült, mert Kató Béla egy ilyen építő, csupa nagybetűvel írva. Hát közben ide került Ilyefalvára, akkor még többször, és akkor mikor egyszer csak eszibe jutott, hogy kell neki egy imaház, mert a templomban nem tudtak felvenni télen az öregek. Tegyük hozzá, lett. Hogy azért mindez titokban, mert a 80-as évek nem. közepétől kezdődően el a 80-as évek végéig itt Romániában a legsötétebb szocialista és Ceausescu érába, úgyhogy már tehát az utolsó években nagyon fenyegetettségben éltünk. Béláék is, mi is, de így már tényleg konkrétan, fizikálisan, családilag. A
amíg az imaházig, én már több évet építész voltam a tervezőintézetben, és volt az a népépítési gyűjtési periódus, ami feldobott, és ami nagyon, nagyon jó volt, és viszont voltak eléggé szürkes, sötét évek is, mikor kényszerítve voltam, hogy tervezzek olyanokat, amit nem akartam. Városbontás és ilyen dolgok, és amit visszavertem, és nem csináltam, és ezért volt az is, hogy megbüntettek, és 6 évig nem kaptam útlevelet, mert nem voltam megbízható eltárs. Le kellett volna bontani egy városrészt, és oda egy vadonatúj kultúrközpontot tervezni. Rám bízták, hát nagyon érdekes feladat. Amikor az volt az ára, hogy lebontani a városrészt, akkor a ceruzát földhöz vágtam, és ott volt a megye vezetősége, és akkor szinte kirúgtak a tervezőintézetből, mert kirohantam a teremből, és azt mondtam, hogy ezt nem. Szent Anna elvarázsoltó, ő az én szerelmem. Őt nézed, múlik bánatod, ő az én szerelmem. Ha itt az ős, várad a világ, búcsúzol te tőlem. Visszatérsz, lesz még újra nyár, visszavár ő téged. Te voltál az első, aki ott hagytad az intézetet, azt hiszem. Hát én azonnal ott hagytam. Mert? Hát nem teljesen vízből, mert volt egy olyan, hogy én már forradalom előtt a sűrből az imaházat megterveztem. Hát tényleg? Forradalom előtt, és... Akkor találkoztál Kató Bélával. Kató Béla megbízott, és ott összehoztuk nagy titokban, arról még lesz szó ott helyszínen. Aha. 6 évig nem engedtek sehova, mert fekete listán voltam. Feleségemmel elmentünk Pestre, onnan Bécsbe, és ott összejöttünk megint egy népépítészeti szerelmesével, egy Gerhard Kisser, egy rendes osztrák grafikus. Azokat, amit mutattál, rajzokat, nekem pont ilyen kell. Tudod mit? Annyit fizetek, hogy nem tud elképzelni. Sokat fizetek. És mondott egy számot, amit... Nem tudtál elképzelni. Nem tud. Itthon. Semmit a szám. Mondom, jó, hát mondom, ezért még kell gondolkozzak. A lényeg az, hogy akkor, de most megyek haza, mert 2 hete nem láttam a családomat. Akkor, hát Kató Béla már várt, azt mondja, pénz lesz, az ilyen falvő a templomot kérdően renováljuk, és még van egy csomó elképzelés. Pedig le volt tomolva azt, az, több mint renoválás. Éppen volt egy földrengés, és így az összes bástya ledőlt. És azt mondja, most már renováljuk rendesen, na, gyere, csináljunk egy tervet, csináljunk belőle egy ifjúsági központot. Egy olyan nyári tábort. Gyorsan, 3 nap alatt valamit ment Svájcba, visszajött, azt mondja, nem elég. Azt mondták, téli, nyári kell, mert hanem nem adnak pénzt. Ez nem lehet egy műemléket csak úgy azért, hogy visszaállítani, az nem elég, kell hasznosítani. Kázmér, még a tervezőintézetben volt, csak akkor őt megkértem, hogy... Nem voltam ilyen. Hát a tervezőintézetben úgy jöttem el, hogy én nem. Vége az ilyen parancsolgatásnak, eddig is... elegem volt, kész, kiléptem. És akkor átmentem a szabadúszóhoz, és rengeteg munka. És akkor jött a 3-as templom, annak is neki szöktem. Jött Kolozsvárról egy rendelés, ugye kell egy nagy Arad utcai templom, Balambánya. És akkor egyre több munka volt, és hát én akkor hát közben Bécsbe telefonáltam, hogy rá ne számítsanak, mert nekem itt van, mit csináljak. És ekkor alakult ki, hogy az alsóvárat is meg kell tervezni, de az, hogy ezt a felsőt renoválni kell, az adott. Pont akkor lett egy földrengés, és még a bástyák félig meddig álltak, és akkor totál ledültek. Jó napot kívánok! Mit csinálnak? Legyük rámba, hogy ne vagyjon le, ne essenek, ne vennék. Valaki valamit megtervez, és mi végrehajt. Igen. Törzsfából van. Itt az van, és az bírja. 60 év múlva fogják ezt úgy renoválni, úgyhogy figyeljünk oda. Majd oda figyeljünk, jó, beleszólom. Csukja könnyű a ló, olyan száz napsugár.
megcsináltak a korzatot, megcsináltak a másik korzatot, megcsináltak a padokat. Hát ez egy elkezdett munka volt. Hát amikor lefestenek mindent gyönyörűen, és akkor jön a kazettás mennyezet, és nem jött. Summarum az jött, hogy hát mégis kazettáson kéne rakni ezt a deszkát, mert az illik ez a hagyomány. Akkor már festetlenül? Akkor igen, rideg. Jó, de akkor szabad egy új kazettás mennyezetet tenni egy régi templomba. Hát nem igazán. És akkor kazettákat Kázmér megfestette. Gyorsan kellett csinálni, hogy húsvétre elkészüljön. Hát 27 évvel ezelőtt húsvétre. Igen. 100 év múlva is műemlék lesz talán, ha szerencsénk van, majd meglátjuk. Innen látszik. Sokféle ellenállás volt, ugye, sokféle módon lehetett azzal a rendszerrel dacolni, de ez mindenképpen egy módja volt, hogy valami, amit nem szabad, amit nem lehet, és nem is mer sok ember megtenni, azt mi akkor elkezdtük, megtettük. Természetesen nem tudtuk befejezni, mert aztán jött a feljelentés, és akkor bejött a rendőr és a helyi pártitkár, és attól kezdve jött a meghúzoltatás, viszont hát érdekes történetek is kapcsolódnak hozzá, hogy végül is a rendszer tényleg recseget ropogott, és egyszer egy bukaresti szekus is kiszállt, hogy nézze meg, hogy ez a nagy törvénytelenség micsoda. Én régi jó szokás szerint jó sok szívapálinkával megkínáltam, és akkor mondtam, de akkor én most mit csináljak? És azt mondta, hogy hát egy papírt adjon be, hogy iroda és levéltár archívum akar itt lenni. És mondom, akkor lesz engedély? És azt mondta, hogy igen. Mondtam, akkor jó, én se szólok 6 hónapig a Szabad Európa Rádiónak. Mai napig is levéltárként szerepel ez a ház, és 89 után pedig nagy mérföldes csizmával lehetett lépni, és hogyha visszatekintünk erre az eltelt majdnem 30 esztendőre, akkor nem kevés az, amit nekünk sikerült Erdélyben összehozni. És ebben Zakariás Attilának, mint építésznek, mint tervezőnek rendkívül fontos szerep jutott. Hi-ha!
nagyapám számvetéses füzetébe. Nagyapám tengerbúrjánt kaszált. Fehér homály csurgott, ráncba fúlt arcára, a kasza gyilkos surrogással kerülgette a csemetéket, víjogva szaladt ki nagyapám kérek kezéből. Fehér pegyhüt izmai mérgeset rándultak. Mert amikor sejjenfüvet kaszált vala csitkó lobogással, millió karó szürkére kopasztja az udvart, a kertet, elárasztja az éjszakát, a pénzes plédobozt, sárosra szántja a hajnalt, millió karó mered, rengeteg szürkeséggel. Nagyapám kezén a bogok kipattannak. Valamikor sejhaj mogyorófa vessző. Agyagot panaszkodik a föld, sárgát szusszan, behorpad. Árvácska szólongatás, rózsafüzér, csendes bokor égés kuporodnak fehér fátyolosan, nagyapám tejjén lassudott szemében. Szakállas borosan melegebbek a hegyhűvös éjszakák, lassan összekoccintunk, mint fontolt férfiak. Keményre növök, zuzmara szemekben. A helyszín óriás pincetető. Egy hegy háromszék kellős közepén. A hegytetőn földhalom, egy ősi sír. Innen körbe-körbe egész háromszék látszik. Itt, ha éjjel tüzet gyújtanak, azt minden háromszéki látja. Írta Zakariás Attila. Szépen írt. Volt egy fiú, ki úgy szerette kedvesét, hogy égre tölt egy nyíló csillagért. Nézd ott az ég, szikrazik merre jár, s örök szerelemnek napjaként. Na 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 valaki mostan kedvesének nyíló csillagot letépni ment. Míg a fiú bujongott a magasban, eltűnt a lány, s ő nem tért vissza soha. Volt egy fiú, ki úgy szerette kedvesét, hogy égre tört egy nyíló csillagért.